A sürgősségi ellátás fejlesztése mentés projekt keretében 8 millió forintból újult meg a püspökladányi mentőállomás. A beruházáson belül hőszigetelés, napkollektorok felszerelése, festés, mázolás, valamint a padlástér hőszigetése történt meg az energetikai dinamizálás jegyében. A projekt részleteiről dr. Gyöngyösi Péter, a sürgősségi ellátás fejlesztés mentés projekt igazgatója számolt be televíziónknak. Ez egy 11 milliárd forint Európai Uniós támogatásból végrehajtott infrastruktúrális fejlesztés. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében hajtjuk végre ezt a fejlesztést. Több része tudom választani magát a projektet. Ennek az egyik már tavaly óta látható, de lényeges ágát képezte 178 új mentőautónak a beszerzése, ezek már dolgoznak is az elmúlt esztendő óta az utakon. 60 meglévő és korszerűtlen mentőállomásunknak a úgynevezett dinamizálása, ez részleges felújítást jelent, olyan belső funkció átalakításokkal, amely a mentőállomás elhagyását és ezáltal a beteghez való kiérkezésnek a kiérkezési időigénynek a rövidítését szolgálja. Mindezen túlmenően, hogy a lakosság több mint 90%-át 15 percen belül legyen esélyünk elérni, 22 olyan helyszínen, ahol ez idáig nem volt meg, létesít a mentőszolgálat új mentőállomás, tehát ez azt jelenti, hogy a meglévő mentőállomásainak a számát 22 helyszínen bővíti. Nem csak ez tartozik ehhez a projekthez, hanem ezen kívül a 22 új mentőállomásra 44 új mentőkocsi került teljes felszereléssel. A már meglévő szolgáló mentőegységeink közül a úgynevezett mentőápolóval kivonuló úgynevezett mentőkocsikat olyan monitoreszközökkel szereljük föl, amivel a betegnek a állapota folyamatosan a ellátás megkezdésétől a beteg gyógyintézeti átadásáig végigkövethető. 22 mentőorvosi kocsit szerzünk be, ebből 4 autó az tartalékot fog képezni. 18 helyszínen indítunk mentőorvosi szolgálatot, ezek a megyeszékhelyek, hiszen ilyen mentőorvosi kocsi szolgálat az Budapesten már évek óta sikerrel működik, illetve Debrecenben és Győrben pedig gyermek mentőorvosi kocsival dolgozunk. Itt az a célunk, hogy a legdrágább és egyébként a legszűkösebb, de a legmagasabban képzett munkaerőnket, a mentőorvosokat leginkább azokhoz a betegekhez tudjuk elküldeni, a lehető leggyorsabban, akik erre a leginkább rászorultak. Majd az ő ellátásuk után egy további beteghez lehet őket továbbítani. Nem túl szép szóval azt is mondhatnám, hogy a meglévő mentőorvosi kapacitásunkat szeretnénk még több rászoruló számára szétporlasztani, azért, hogy az ő életkilátásaikat javítani tudjuk. Október 8-án ünnepélyes keretek között adták át tehát a püspökladányi felújított mentőállomást, ahol elsőként Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Köszöntöm a mentőszolgálat vezetőit, polgármesterasszonyt, alpolgármesterurat, a társszervek képviselőit, és hát a legfontosabb szereplőket nem csak a mai napon, hanem egyáltalán ennek a történetnek a folyamatában, azokat a mentős kollégákat, akik most felsorakoztak, és reményeink szerint az ő munkakörülményeik fognak javulni ezáltal a beruházás által. Amikor hírről vettük, és hát természetesen tevékenykedtünk is érte, hogy Püspökladányban is megújuljon a mentőállomás, nyilvánvalóan volt bennünk egy egészséges drukk. Azt is tudtuk, hogy szükség van rá, hiszen az épület jellegéből adódóan bizony megérett a felújításra. Én örülök neki, hogy ez a munka a végéhez közeledett, sőt be is teljesedett, és innentől fogva azt hiszem, hogy az itt dolgozók megfelelő körülmények között dolgozhatnak. Nagyon örülök neki, hogy a személyes kapcsolatok odáig jutottak, hogy tudunk arról is szót váltani, hogy vajon mit és hogyan lehet még itt a környezetem javítani. Talán ebben az együttműködési szándékunkat polgármesterasszony nevében is megerősíthetem. Én azt hiszem, hogy ez is olyan terület, ahol az önkormányzatnak, illetve a mentőszolgálatnak, vagy bármelyik más társszervünknek előnyére válik az, ha az együttműködés részese. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy sikeres együttműködésben tudjunk tevékenykedni. Nyilvánvalóan, ahogy szoktuk mondani, lehetőség szerint minél kevesebb munka, de állandó és teljes felkészültség legyen az, ami ezt a házat és ezt a munkát majd jellemzi a jövőben is. Köszönöm szépen a meghívásukat! Bodó Sándor országgyűlési képviselő Dombi Imréné követte, aki beszédében elmondta, nem csak ilyen alkalmakkor kötelessége eljönni a mentőállomásra,
állomása, hanem a hétköznapokban is, hiszen a város és a Sárét lakosaiért szolgálnak a mentőállomás munkatársai. Azt mondhatom, hogy ide hazajövök a mentőállomásra, és ezt a szó szoros értelmében értem, hiszen polgármesterként azt gondolom kötelességünk nem csak ilyenkor eljönni, hanem a problémákat a hétköznapokon felmérni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat és a mentőállomás dolgozói között kialakult jó viszony, az feljogosíthat arra, hogy amit kapitány úrnak is szoktam mindig mondani, amikor a rendőrségről van szó, hogy a mi fiaink, azt gondolom, hogy ez a szó itt is megállja a helyét. A püspökladányi fiúk, a mi fiaink, akik értünk teljesítenek szolgálatot a Sárétért, mentik azokat az emberéleteket, amelyek beérkeznek ide telefonhíváson keresztül. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az ilyenfajta beruházás, amely lehetővé teszi azt, hogy a hétköznapok gördülékenyebben menjenek, illetve elősegítsék a mentést is. Dombi Imréné polgármester riporterünknek elmondta, milyen jelentőséggel bír az épület felújítása, valamint azt is megtudtuk tőle, hogy a mentőállomás egy új esetkocsival gazdagodott az elmúlt időszakban. Most történt meg a püspökladányi mentőállomásnak a felújításának az átadása. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy püspökladány is végre sorra kerülhetett, hiszen egy új mentőautóval gazdagodott a püspökladányi mentőállomás, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudják megközelíteni riasztáskor azokat a helyszíneket, ahová az ellátás szükséges, nem csak Püspökladányban, hanem a Sárét területén mindenhová. Ezen kívül még megtörtént a mentőállomásnak a külső szigetelése. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energiát kell, hogy felhasználjanak a téli időszakban, illetve felszerelésre kerültek napkollektorok az intézménynek a tetőszerkezetére. Az elmúlt időszakban volt a központi mentőállomásnak egy pályázati lehetősége, amely 18 települést érintett, és így, tehát a pályázat beadásakor döntötték el, hogy hol van olyan, amit korszerűsíteni kell, akár a gépparkot, akár az eszközállományt, vagy akár magát az épületrészt. Az átadó ünnepségen jelen volt dr. Gyöngyösi Péter, a sürgősségi ellátás fejlesztés mentés projekt igazgatója is. Köszöntőjében elmondta, nem kívánnak itt megállni, hiszen vannak még olyan területek a püspökladányi mentőállomáson, melyek fejlesztésre szorulnak. Annak ellenére, hogy milyen terveink voltak, amelyekről nem mondhatom, hogy kifejezetten hatalmas ívűek és teljesíthetetlen elképzelések voltak. Most ebben a periódusban nem sikerült mindent megvalósítani, de a gondoskodás jegyében azt, hogy hol kell eltölteni és elvégezni a két kivonulás közötti feladatokat és eltölteni a két kivonulás közötti időt, hogy a felszerelés bizonyos részeit, hogy a következő munkához való előkészületeket hol kell elvégezni, azért ebből a szempontból tudtunk előrelépni. Én azt ígérhetem, számítva is egy kicsit azért a területi eddig is meglévő komoly támogatásra, hogy ha most nem is sikerült ebben az esztendőben, de rövid időn belül tovább tudunk lépni, már nem csak kocsi beállóval, hanem ismét egy rendes, megfelelő méretű fűtött garázsban tudjuk elhelyezni azokat az új mentőautókat, amiből ugye amelyek szintén az Európai Uniós fejlesztés során kerültek beszerzésre, amiből erre a mentőállomásra is került, és hamarosan további olyan korszerű eszközök érkeznek még ezekre a mentőautókra, szintén a uniós projekt keretében, amelyek az életmentést, az önök sikeres, hogy minél sikeresebb tevékenységet fogják majd szolgálni. Szóval azt szerettem volna ilyen hosszan elmondani, hogy nem kívánunk itt megállni. A dinamizálás az nem egy komplett felújítást jelent, mert akkor azt mondanánk, hogy kompletten felújítottunk egy mentőállomást. A dinamizálás azt a célt szolgálja, szintén a gondoskodás jegyében, hogy minél előbb el tudja hagyni a személyzet a mentőállomást, ezáltal minél hamarabb, minél gyorsabban tudjon megérkezni a bajba jutotthoz, kezdhesse meg a segítségnyújtást.
Az előbb említett fűtött garázs megépítése tehát fontos. Dombi Imréni riporterünknek elmondta, hogy az önkormányzat minden segítséget meg fog adni annak érdekében, hogy megvalósuljon a Gyöngyösi Péter által említett fűtött garázs kialakítása. Az átadó ünnepségen elhangzott a kedves vendégek részéről, hogy tervben van a további felújítás, hiszen az új mentőautó jóval magasabb, mint a többi mentőautó, tehát a garázsban nem tudják elhelyezni ezt az autót, ezért a tavalyi évben az önkormányzatunk, a püspökladányi mentősök segítségével a mögöttünk látható szabadtéri parkolót elkészítettük, illetve garást, ami azt gondolom, hogy egy kölcsönös együttműködésnek lett a gyümölcse. Hiszem azt, hogy az önkormányzat amilyen módon csak tud segítse azokat az intézményeket, amelyek központosítottak ugyan, de a püspökladányi embereknek a javát szolgálják. Elhangzott a megnyitó beszédben, hogy a következő időszakban egy olyan garázs szeretnének kialakítani itt Püspökladányban, ami már fűtött és teljesen zárt lesz. Én biztattam a kollégákat arra, hogy Püspökladányt helyezzék előtérbe, hiszen nagyon sok forrás kellene még ahhoz, hogy ez a mentőállomás olyan legyen, amilyet mi itt Püspökladányban a többi intézményünknél megszoktuk már. Természetesen arról is biztosítottam a mentős kollégákat, illetve a vezetést, hogy az önkormányzat ahogyan eddig, ezután is mindenben segítségére lesz a helyi mentőcsoportnak. A köszöntők elhangzása után Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Dombi Imréné polgármester, dr. Gyöngyösi Péter projektigazgató, valamint Harcsa János műszaki vezető ünnepélyes szalagátvágása következett. A varázssal kapcsolatban, úgyhogy bízom benne, hogy akkor a következő pedig egy olyan varázs lesz, ami fedett. Mi egy fedett garázs. Így van. Véletlenül mondtam, amit mondtam, és értettem. Kénytelenek voltam, hogy nem módosítani. Most. Szűcs Imre, a püspökladányi mentőállomás vezetője, dr. Gyöngyösi Pétertől vehette át a mentőállomás kulcsát. Végezzük a munkáját, hogy olyan sikerrel, hogy eddig, vagy még inkább sikeresen. Erődegészséget kívánok a munka végzésre. Köszönöm szépen, és nagy örömmel töltel, hogy én vehetem át ezt a kulcsot a kollégáim nevében. Szűcs Imre riporterünknek elmondta, milyen munkálatok folytak, és milyen jelentőséggel bír véleménye szerint a felújítás az állomás életében. Egy külső hőszigetelés színezéssel egybe vonva kazáncsere, illetve hát egy teljes fűtési rendszer újult meg itt. A püspökladányi lakosokat, hogyha megkérdeznénk, akik itt nap mint nap eljártak a mentőállomás előtt, akkor látták, hogy nézett ki. Mi pedig a bőrünkön tapasztaltuk, ugyanis nyáron nagyon meleg volt a mentőállomás belsejében, télen pedig, hát igen, fáztunk. Mihelyest elkészült a szigetelés, jobb idő lett, tehát hűvösebb lett nyáron, illetve már most ki is tudtuk próbálni az új kazánt, ami tökéletesen működik. A nap kollektorok gyártják a melegvizet, tehát rengeteg melegvízünk van, úgyhogy energiatakarékosság szempontjából szerintem jó befektetés. A mentőállomás eszközállománya is bővült az elmúlt időszakban. Egy új korszerű esetkocsival gyarapodott az állomás eszközparkja, mely a lehető leggyorsabb segítségnyújtást szolgálja. Másik projekt keretén belül körülbelül 2 hónappal ezelőtt megkaptuk a hátam mögött lévő Mercedes típusú esetkocsit. Új felszerelésekkel, teljesen új belső térrel, amit majd szeretnék meg is mutatni. Ez is nagyon korszerű, tehát az előbbi Volkswagen Crafteréhoz hasonlóan ez is egy teljesen új belső, külső kialakítással, nagyon modern, korszerű. Öröm vele dolgozni. Szűcs Imre pozitívan értékeli az állomás fejlődését összehasonlítva a több mint 10 évvel ezelőtti állapotokkal, amikor itt elkezdett dolgozni. Az állomás felújítása a mindennapi készenlétben dolgozó mentősök számára nagy jelentőségű. Tehát amikor én ide kerültem 13 évvel, már jó 13 évvel ezelőtt, akkor még egy kopott mentőállomás volt,
Az ablakok még fából voltak, 1000 évesek, függöny az szépen lengedezett. Még az udvarokon álltak még Niza mentőautók is, illetve a régi típusú kis Toyota mentőautók, amik már közben ugye eltűntek. Most ezt látva, hogy a mentőállomás milyen szép, milyen korszerű, mentőautóink is korszerű, söttek, hát tényleg örömbe járni dolgozni. Az országos mentőszolgálat munkatársai nap mint nap életeket mentenek. Munkájuk jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, és nem lehet elégszer megköszönni a szolgálatukat. Ezért is fontos, hogy olyan körülmények között dolgozzanak, amelyek méltók a mindennapi munka elvégzéséhez.